Üdvözöllek! Korábban már elég sokféle ilyen képmegosztó, képfeltöltő programot, weboldalt megnéztünk, és megint egy ilyet néznénk meg, azonban ez azzal tűnik ki az eddigiek közül, hogy hát mondhatod, hogy ennél egyszerűbben már tényleg nem lehet, ráadásul semmiféle program nem szükséges hozzá, és hát persze ingyenes is. Ezen a címen érhető el. Ez úgy működik, ahogy tulajdonképpen írják is, hogy az Alt plusz Print Screen-nel az éppen aktív ablakot, program ablakot ki tudjuk másolni, és ha megvan nyitva a böngészőben ez a weboldal, akkor itt nyomunk egy Ctrl-V-t, és akkor automatikusan feltöltésre kerül a kép, amit előzőleg kimásoltunk. Tehát a gyakorlatban ez úgy működik, hogy van nekünk egy program, például a számológép, itt van előttünk, lenyomjuk az Alt gombot, nyomva tartjuk, majd a Print Screen megnyomjuk és felengedjük. És felengedjük az Altot is, ennek a hatására ez az ablak kimásolásra került a vágólapra. Visszajövünk ide erre a weboldalra, nyomunk egy Ctrl-V-t, itt írják is egyébként. És látható, hogy már is megjelent itt a kép, itt el is mentette, és tulajdonképpen ennyi. Ide kattintva ki tudjuk másolni a kép linkjét, és ezt elküldhetjük e-mailben, vagy kitehetjük egy weboldalra, vagy éppen valamilyen chat programon is elküldhetjük, például a Skype-on. És megmutatom, hogyha valakinek elküldjük, és ő rákattint, vagy beilleszti egy böngészőbe, akkor látható, már is itt van a kép. És ez így igazából ennyi. Az Alt Print Screen mellett van a Simpla Print Screen gomb. Most ezt megnyomtam, megnyitom újra ezt a weboldalt, tehát kezdjük a legelejétől, Ctrl-V, és látható, hogy ebben az esetben, hogyha az Altot nem tartjuk lenyomva, mielőtt a Print Screen gombot megnyomjuk, akkor a teljes képernyőnk tartalma az kimásolásra kerül. Itt pedig egy Ctrl-V-jel be tudjuk illeszteni. Látható, itt van a linkje, hogyha netán ez a kimásolás nem működik, akkor ezt így kijelölve, majd Ctrl-C. Látható, közlés velünk, hogy kimásolásra került a link. Amit még érdemes tudni, hogy látható, hogy itt például ki lehet vágni a képnek egy részét. Hogyha nem kellene nekünk az egész, mondjuk csak ez a rész itt, akkor balegelet lenyomjuk és nyomva tartjuk. Látható, hogy egy ilyen keret jelenik meg. Hogyha megvan az a rész, amit szeretnénk megtartani, akkor felengedjük a balegelet, nyomunk egy Enter-t. Látható, ebben az esetben ez a kijelölt rész maradt meg mindösszesen. Ezt el tudjuk menteni, ezt az új képet, hogy ide kattintunk, vagy pedig a Ctrl plusz S billentyű kombinációval. És itt akkor megint itt van a link. Viszont tudunk erre így rajzolni ezzel a ceruzával. Itt a színt be tudjuk egyébként állítani. Balegeret nyomva tartva látható. Ha egy módosítás nem tetszik, akkor azt vissza lehet vonni ide kattintva. Illetve szöveget is elhelyezhetünk rá, látható, persze szint be lehetett volna állítani. Hogyha készen vagyunk, akkor nyomunk egy eszket, és akkor ezt visszavonom még egyszer. Tehát, hogyha ki van választva a szövegeszköz, most látható ilyenkor nincs, ilyenkor ki van. Kattintunk, elkezdünk gépelni, és eszk, akkor megszűnik a kijelölés. De most még aktív ez az eszköz, ezért kattintok ide is gépelek eszk. De amúgy az Enter is használható, látható. Eszk. Most akkor ezeket visszavonom, meghagyok egyet, és akkor kattintok a mentésre. Ezzel a képünk tulajdonképpen készen van. Amúgy itt van a megismétlés, ez pedig ugye a visszavonás, ahogy azt mondtam. Hát ez tulajdonképpen ennyi. Kimásoljuk a linket. Megmutatom most megint egy másik böngészőben. És látható, itt van a szöveggel együtt. Persze tudjuk ezt törölni is ide kattintva. Igen, szeretnénk, oké. Okay. Még egy dolgot megmutatok. Bezárjuk ezt a böngészőt, amiben a képet szerkesztettük, és elindítjuk újra. Megnyitjuk az oldalt ismét, és látod, itt van a Your Images, kattintsunk erre. És itt van nekünk egy korábbi képünk, amit tudunk szerkeszteni is, vagy pedig törölhetünk is. Tehát még csak regisztrálni sem kell, meg bejelentkezni sem kell ehhez. Viszont ez az szükséges, hogy abban a böngészőben nyissuk meg ezt a weboldalt és a Your Images-t, amiben korábban dolgoztunk. De egyébként lehet regisztrálni, illetve bejelentkezni is. Ez azoknak lehet érdekes, akik rendszeresen szeretnék ezt a weboldalt használni. Még egy dolgot megmutatok viszont.
Ugyanis nem csak a print screennel, vagy az Alt plusz print screennel tudunk így kimásolni, hanem például a képmetszővel, vagy bármilyen hasonló programmal. A képmetsző a Windows 7 óta a Windows része. Látható nekem itt a most a Start menüben, de ha nem lenne ott, akkor rá is lehet keresni, hogy képmetsző. És akkor itt van, elindítom, kattintunk az újra, kijelölünk egy területet, amit ki szeretnénk másolni, balegér gombot nyomva tartva és mozgatva látható. Felengedjük, kimásolásra került. Amúgy ezt itt el lehet menteni egyébként, de hogyha visszamegyünk ebbe a weboldalba és kattintunk ide, majd Ctrl-V, akkor látható, hogy megint beillesztésre került, de most már csak az a rész, amit ezzel a képmetszővel kijelöltünk, kimásoltunk. Ugyanazok a műveletek vannak egyébként, Your Images-be is bekerült. Itt van. Itt is lehet amúgy szerkeszteni, megtörölni is. Ugyanúgy, ahogy eddig. Hát ez ilyen módon használható. Úgy gondolom, hogy ennél valóban nem nagyon van egyszerű megoldás a képek megosztására, amiket persze kimásolhatunk például egy képszerkesztőből is, vagy akár ebből a képmetszőből is. Vagy éppen valamilyen képnézegetőből szintén.